Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aktuális, és bizonyára mindenki hallott már a gyárfásportik ügyről, amelyre itt az elmúlt hetekben, hát végére pont nem került, inkább csak egy vessző, ugyanis elsőfokú ítélet született az ügyben, de fellebbeztek a felek, ezért másodfokon folytatódik a per. Nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Zamecsnik Pétert, Gyárfás Tamás ügyvédjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kedves csapat! Sokan sokféleképpen foglalkoztak ezzel az üggyel. Az ATV egyik műsorában, mint Tasnádi Péter, mint Gyárfás Tamás is adtak interjút, ön is adott interjút, illetve Szikinger István is, aki Tasnádi Péternek az ügyvédje, és nagyon-nagyon sok minden hangzott el, illetve foglalkoznak vele olyanok is, akik ugyan interjúkat még nem adtak, de cikkekben kifejtették a véleményüket, például Sándor Zsuzsa volt bíró, aki például arra hívta fel a figyelmet, hogy a média, amit kikapott ebből az egész bírói indoklásból itt az elsőfokú ítélet során, az az, hogy Gyárfás Tamás széttárta a kezét, és ez 7 évet jelentett a bírói döntésben, de ő felhívja le a figyelmet, hogy az indoklás azért sokkal hosszabb volt, sokkal körültekintőbb, és itt egy zárt logikai láncolat mutatkozik, amely egyértelműen arra mutat, hogy Gyárfás Tamásnak köze van Fenyő János meggyilkolásához, mint bűnsegéd. Nem tudom, hogy olvasta ezt a cikket, és mit szól ehhez a gondolatmenethez? Nem olvastam ezt a cikket. Ehhez a gondolatmenethez azt tudom hozzáfűzni, hogy Sándor Zsuzsa mód írólőt mélységesen tisztelem, és hát ismerem, nem is tudom hány éve, de most ezzel a véleményével csak részben tudok egyetérteni. Általában abban egyetértünk, hogy nyilván az újságírók a lényeges momentumokat ragadják meg, hát hiszen nem büntetőjogászok, és nyilván nem olyan módon közelítik meg a ügyet, ahogy egyébként egy bíró, egy ügyész vagy egy vitte megközelíti. Ami a probléma volt ezzel a fejbólintással vagy térlegyintéssel, az az volt, és ez nehéz, hogy mondjam, megmagyarázni, hogy két beszélgetést összevont a bíró úr, holott a két beszélgetés időben, térben és témájában eltért egymástól. Ugye volt a Portiknak egy kérdése az egyik felvételen, hogy szét, pont. Itt szó nincs arról, hogy Gyárfás Tamás bólogatott volna, vagy széttette volna a kezét. 3,5 hónappal később egy másik beszélgetésben, más témáról beszélgetve kérdezi Portik Gyárfást egy kaposvári üggyel kapcsolatban, ahol a kérdésére valóban bólint egyet és szétteszi a kezét. A kettőt nem lehetett volna összemosni, ez a fő probléma. Mert hogy úgy vélte a bíróság, hogy mind a két beszélgetésben ugyanarról van szó, tehát a beszélgetés tárgya ugyanaz? Igen, a bíróság így értékelte, de hát erre ténybeli és objektív adatok vannak, a beszélgetés témája is teljesen különböző. Nagyon nehéz ilyen hanganyagok alapján egyébként teljes képet kapni, hiszen ilyen beszélgetések, amelyek ráadásul ilyen elharapott félmondatokból állnak, amennyit a sajtó le tudott közölni, meg amennyit meg lehetett tudni erről, nagy kérdés, hogy hogyan lehet ebből egyáltalán kihámozni az igazságot vagy a szándékokat. Ez valóban így van, nagyon helyesen látja. Ugye a probléma a következő volt ezekkel a beszélgetésekkel kapcsolatban. Először is nem volt meg, illetve nincs meg a mai napig az az eredeti hanghordozó, amelyen felvette Portik Tamás ezeket, meg más beszélgetéseket is. Ergo nem tudjuk, hogy az a két ember, aki ezzel megzsarolta Gyárfás Tamást, amikor átjátszotta, akkor vágott, nem vágott, kihagyott részeket, nem hagyott ki részeket. A szakértő, az informatikai, illetve hangtechnikai szakértő 551 esetben talált olyan jelet, ami utalhat technikai jellegű beavatkozásra. Most, hogy ez mi volt, ez utóbb nem lehet megállapítani, mert még egyszer mondom, az eredeti hangfordozó nincsen meg. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy a beszélgetések egy részénél az érthetőséggel baj van. Egymás szavába vágnak néha, vagy ahogy le is jegyezték, egy választ nem lehet érteni valamilyen egyéb zaj okán. Na most, ha ezek épp egy releváns mondatot tartalmaztak, akkor bizony félreértésekre adhatok ott, ha ezeket nem veszük figyelembe, mert azért nem veszük figyelembe, mert nem tudjuk, hogy ott mi hangzott el. Tehát ezzel azért komoly problémák vannak,
És ezt, hogy mondjam, úgy értékelni, hogy mindez egyébként a bűnösség irányába hat, ez szerintem nem helyes. Arról nem is beszélve, hogy a beszélgetések egy jó részében arról van szó, hogy Kortik Tamás elmondja Gyárfás Tamásnak, hogy sem neki, sem Gyárfás Tamásnak semmi köze nincs a fenyőgyilkossághoz. Ez valahogy kimaradt a bírói értékelésből. Kérem, hogy segítsen azt is megérteni és rendet tenni abban, hogy hogy lehet az, hogy Fenyő Jánost, ugye azt tudjuk, hogy József Rohács gyilkolta meg, legalábbis véljük, hogy ezt tudjuk, mert aztán Szikinger István tett olyan kijelentéseket, például pont az ATV Startban, ami szerint egy tanúpont azt mondta, hogy nem ő volt, de most én ebbe bele sem mennék, pont itt a bonyolultsága miatt az ügynek, tehát tegyük fel, hogy megtalálták az elkövetőt, és az ül börtönben, akinek börtönben kell ülnie, és a felbújtó vagy bűnsegéd szerepében pedig két ember is meg van gyanúsítva. Hogyan van ez, és mi a különbsége között a két tényállás között, hogy valaki felbújt valakit gyilkosságra, tehát megbízza őt, és van egy másik ember, aki pedig ezzel egyetért? Hát nem egészen így van. Következő a jobb dogmatikai megközelítés. Felbújtó az a személy, aki mást bűncselekmény elkövetésére rábír. Magyarul annak a másiknak eszébe sem jutott volna bármilyen bűncselekményt elkövetni, de a felbújtó kialakította benne ezt a szándékot. Nos, a bíróság megállapította, hogy Gyárfás Tamás nem alakította ki ezt a szándékot Kortik Tamásba, hogy felbújtsa József Rohácsot. A bűnsegéd pedig az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. Ennek két formája van, a fizikai bűnsegéd és a pszichikai bűnsegéd. Hát itt nyilván a pszichikai bűnsegédségre gondolt az elsőfokú bíróság, amivel megint csak az a probléma, hogy a bűnsegély az egy aktív magatartás, egy passzív karszéttárásban nem manifestálódhat az álláspontunk szerint. Tehát semmilyen közvetlen bizonyíték nincs egyelőre arra, hogy Gyárfás Tamás akár pénzt adott volna Kortik Tamásnak, vagy nyíltan beszélt volna arról, hogy Fenyő Jánost miért kellene likvidálni, megölni. Semmi. Na most ugye arról nem is beszélve, hogy természetes dolog, vagy nyilvánvaló volt a gyilkosság, tulajdonképpen másnapján is már a büntető városi legendákban különböző nevek merültek föl, lehetséges érdek mentén. Így Gyárfás Tamás neve is fölmerült, meg még sok más emberé is, meg oroszoké, albánoké, most hadd ne soroljam mindent. Na most ez természetesen adhat egy alapot, hogy merre induljon el a nyomozóhatóság. De a nyomozóhatóság csak és kizárólag egy irányba hajlandó menni, magyarul az elképzeléséhez igazítja a bizonyítékokat, és nem fordítva a bizonyítékokhoz az elképzelést, akkor baj van, és ez történt ebben az ügyben is, mert úgy, ahogy ön említette, egy betű, egy hang bizonyíték nincs arra vonatkozólag, hogy akár pénzt ígért volna, vagy akár felbújtotta volna, ahogy a vád állítja, de ezt a bíróság meg is állapította, hogy Gyárfás Tamás nem volt felbújtója a Kortiknak. Azt értékelte bűnsegédként, hogy hát széttette a karját, csak mondom ezzel meg az a probléma, hogy nem ebben a tárgykörben is nem ekkor. Azért van ez a benyomás, vagy ez az elmélet, miszerint Gyárfás Tamásnak mindenképpen köze van ehhez a gyilkossághoz, mint bűnsegéd legalább, mert hogy lett volna rá indíték? Tehát ugye itt a napkeltéről szoktak ilyenkor beszélni, illetve arról, hogy Fenyő János és Gyárfás Tamás riválisai voltak egymásnak. Mit tudunk egyébként arról, amiről én nagyon keveset hallottam, hogy ha Kortik Tamás a felbújtó, akkor az ő esetében találtak indítékot, vagy nem találtak, és ezért kellett keresni valami indítékot? Az ő esetében indítékot nem találtak meg, azt a szemét sem találták meg el eddig, aki őt felbújtotta volna, mert magától nyilván ilyen nem jutott az eszébe. Na most a napkeltéről. Való igaz, hogy Fenyő János és Gyárfás üzleti ellenfelek voltak. Azért azt jegyezzük meg, hogy valakinek üzleti ellenfele van, ebből nem következik semmilyen logika szerint, hogy akkor meg kell ölni. Tehát azért ez enyhén durva megközelítés. De, ami a lényeg, Fenyő János 98. február 11-én ölték meg. A napkeltével kapcsolatos vitát 96. októberében megnyerte Gyárfás Tamás,
másfél évvel azelőtt megölték volna a Fenyő János. Ugye azt nem gondolja senki, hogy másfél év után majd hirtelen eszébe valakinek, hogy ja, hát most tényleg akkor már öljük meg, miután visszanyerte a Napkelte című műsornak a szerkesztési jogát, ezt egy bírósági ítélet állapította meg. Azon túlmenően természetesen, ugye tanúk itt arról számoltak be, különösen Fenyő Jánoshoz köthető tanúk, hogy Fenyő János sohasem békélt meg Gyárfás Tamással. Ez lehet, hogy így van, csak az történet arról szól, hogy Gyárfás Tamás megbékélte a helyzetével, márpedig amikor megnyert mindent Fenyő János ellen, akkor mi indikáció lett volna arra, hogy ja, hát egyébként meg még tessék szívesen megölni. Úgyhogy ez a cui pro deskinek az érdeke kérdés, egyértelműen el lehet dönteni, hogy Gyárfás Tamásnak másfél évvel a Napkelte utáni győzelem után semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, hogy Fenyő János ellen bárki történjen. A Gyárfás Tamás elleni elsőfokú ítéletben és az indoklásban mennyire jelent meg hangsúlyosan az a sztori, amelyet Tasnádi Péter adott elő, miszerint őt viszont megbízta a Gyárfás Tamás azzal, hogy likvidálja Fenyő Jánost, és ezért még pénzt is kapott. Ez megjelenik az ítéletben, a bíróság elfogadta Tasnádi Péter ezen irányú előadását, amiből csak egyetlen egy dolog maradt ki, amit maga Tasnádi Péter is elismert, hogy ő tudvédik, hogy az ő szavajárását idézem, lehúzta Gyárfás Tamást. Na most ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak más előadása volt, ezt az ellentétet nem sikerült a bíróságon feloldani, tehát maradtunk az egyik átmond, a másik bétmond. Innentől kezdve minden kétséget kizáró módon való bizonyítottság nem állapítható meg az én álláspontom szerint. A bíróságnak ez volt a meggyőződése, mert semmi baj nincs, csak a meggyőződést minden kétséget kizáró bizonyítéknak kellene alátámasztani. Jelen esetben szerintem ilyen. Egyébként több tanúnál felmerült az, akár Tasnádi Péternél is felmerült az, hogy ellentmond egymásnak bizonyos érvelések, bizonyos gondolatmenetek, és az az egész ügyön, mintha kicsit végig vonulna ez a fajta ellentmondás, hogy nem lehet mindent teljesen világosan látni, és azért is nehéz kérdés, akár Gyárfás Tamásnak az esetében is, hiszen itt ezek a szallagok, ezek a beszélgetések évekkel később kerültek elő. Most az ember saját maga belegondol abba, hogy évekkel ezelőtti beszélgetést kellene rekonstruálnia saját magában is, hogy ott pontosan miről volt szó, hogyan volt szó. Hát ez egy rendkívül nehéz feladat annak is, aki egyébként benne volt a beszélgetésben. Ez teljesen így van, de most ugye a tanúk óriási többsége kvázi arra kellett, hogy emlékezzen, hogy 25-26 évvel ezelőtt mi volt. Hát megnézném én magamnak azt a állampolgárt, aki most kapásból egy kérdésre el tudnám mondani, hogy 1996. októberében mit is csinált. Ha csak nem tudja valami extra helyzethez kötni, nem várható el. Most a tanúk érdekes módon nyilván a rendőrségi kihallgatások hatására sajnos nagyon sokszor rosszul emlékeztek. Most, hogy direkt vagy véletlen ebben nem menjünk bele, hála jó Istennek ezeket a rosszul emlékező tanúkat mind cáfolni lehetett az eljárás során, bizonyítékokkal, okiratokkal, levelezésekkel, újságcikkekkel, egyéb történésekkel. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem is arról volt szó, hogy kétséget kizáró módon való bizonyítottság, hanem eleve rosszul való emlékezés. Még egyszer mondom, hogy direkt meg véletlen, ezt én nem tudom. Tasnádi Péter ügyvédje Szikinger István az ATV Startban szintén politikai szálakra is utalt azzal kapcsolatban, amelyek akadályozhatták magát a nyomozást vagy az igazságszolgáltatásnak bármelyik menetét. Ön hogyan látja ebben az ügyben benne léve, mármint hogy benne van és hogy ismeri nyilván a peranyagot és az ehhez fűződő összes részletet, ön is gyanít ilyesmit a háttérben, hogy volt olyan szakasza ennek a nyomozásnak Fenyő János halála óta, amelyben felfedhetők olyan szálak, hogy valamit elhallgattak, valamit nem úgy vizsgáltak ki, vagy más szálakon futott a nyomozás egy darabig, ami félrevezethető volt? Politika nincs az ügyben, ezt határozottan szeretném kijelenteni.
nem volt, nincs és nem is lesz. Úgyhogy politikai szálat a legnagyobb rossz indulattal sem tudnék felfedezni. Bizonyos rendőri jelentések sajnos nem véletlenül, inkább azt mondom, szándékosan valószínűságokat tartalmaztak, és ezek a valószínűságok mindig Gyárfás Tamás kárára történő valótlanságok, amelyeket minden esetben objektív adatokkal cáfoltunk. Csak egy példát említek, a rendőr leírta, hogy ez és ez szerepel a hangfelvételen. Most kiderült, hogy a hangfelvételen még illetlenül sem szerepel az, amit a rendőr a jelentésébe belefoglalt. Na most ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a nyomozó hatóságnak az a dolga, hogy gyűjtse a bizonyítékokat, és nem az, hogy gyártsa. Mennyire hat negatívan Gyárfás Tamásra és az ő ügyére az, hogy Portik Tamás, aki szintén ugye ebben az ügyben vádlottként van jelen a bíróságon, folyamatosan bírócserékkel él, a bírót elfogultsággal vádolja, illetve itt az elmúlt időszakban ugye történt egy olyan incidens is, hogy az ő legnagyobb fia kávéval leöntötte a bírót. Tehát, hogy ezek a fajta közjátékok, illetve ennek az egész ügynek az elhúzása, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ennek a szándéka van e mögött, ez mennyire hat negatívan Gyárfás Tamásnak az ügyére? Hát, annyiban negatívan hat, hogy nyilvánvalóan Gyárfás Tamás az eljárás kezdeti pillanatától kezdve minden egyes mozzanatával arra törekedett, hogy minél hamarabb és minél alaposabban fejeződjék be az eljárás. Ebből a szempontból nyilván az elhúzódás az nem vált hasznára. Az egyéb dolgok, ami a felfogultság vagy azzal kapcsolatos polémia, az ő ügyét nem érintette. Ez nyilvánvalóan Portik Tamás vonatkozásában nem pozitív előjellel került elő a bíróságon, de hát ezt ő tudja, ez az ő felelőssége. Mit vár a másodfoktól? Tasnádi Péter úgy nyilatkozott, hogy szerinte, ha Gyárfás Tamás bűnös, akkor kevés ez a 7 év, amelyet az elsőfokú bíróság megállapított, ha pedig ártatlan, akkor nyilván sok, és maga Gyárfás Tamás pedig úgy nyilatkozott, hogy ő arra számít, hogy felmentsék, hiszen ártatlan. Ön is ilyen optimista, tehát a másodfokon valószínűsíti, hogy felmentik Gyárfás Tamást? Valószínűsíteni nem lehet büntetőjogászként. Én azt mondom, hogy volt már olyan a magyar jogtörténelem, hogy az elsőfokú bíróság elítélt valakit, gondoljunk csak a Móri ügyre, amiről aztán kiderült, hogy nem ők voltak, és még tudok egy-két ilyen ügyet mondani. Tehát önmagában én azt gondolom, és osztom Gyárfás Tamás véleményét, hogy az én meggyőződésem is az, hogy nincs köze ehhez a gyilkossághoz semmilyen részesi vagy cettesi formába, ha pedig ez így van, akkor én is az ítélet megváltoztatását várom, és a felmentését. Ha ez így van, ha felmentik Gyárfás Tamást, és kiderül, hogy valóban semmi köze nincsen, vagy pedig nincsenek olyan bizonyítékok, amik azt bizonyítanák, hogy van köze, akkor ilyen esetben lehet kártérítésért folyamodni? Hiszen azért látjuk, hogy az elmúlt években Gyárfás Tamást megviselte ez az ügy, nyilván az egész életét megváltoztathatta az, hogy ő egyébként egy gyilkossági ügybe keveredett, tehát ez nem szokott azért jót tenni az embereknek. Természetesen, hogyha jogerős lesz majd a fölmentés, akkor mind kártérítési, mind kártalanítási jogalapja van Gyárfás Tamásnak. Tehát ez még olyan messze van, hogy erről kell gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Zamecsnik Péter volt a vendégünk, Gyárfás Tamás védőügyvédje.